Három olimpiai, 16 világbajnoki és egy Európa-bajnoki aranyérem tulajdonosai ültek a Kossuth dísztermének asztalánál, hogy az intézmény diákjainak meséljenek pályafutásukról, a sikerekhez vezető út szépségeiről és nehézségeiről. A 67 éves Vaskúti István 1980-ban Foltán Lászlóval a Kenu 2-es 500-as döntője után állhatott a dobogó tetejére. A később sportdiplomataként, jelenleg edzőként dolgozó sportember ezért februárjában választották a Nemzet Sportlója. Én már egy életutat bejártam, és ebből azért le lehet vonni tényleg következtetéseket, hogy honnan indultam, hová jutottam, közben mi minden történt. És én azt hiszem, hogy az itteni fiatalok is hát nyilván pályaválasztás előtt állnak hamarosan, vagy egy remélhetőleg egy szép életút előtt, és hát ha meghallgatnak egy ilyen beszámolót, akkor azért sok mindent tanulhatnak belőle, hogy hát el lehet érni nagy célokat, sok munka van benne, sok öröm is, tehát érdemes vállalni olyan feladatokat, amiben hiszünk, és hogyha végigjárjuk ezt az utat, akkor ez sikerülni fog. Nagy Tímea a 2000-ben és 2004-ben szerzett olimpiai aranyérme mellett 6-szor állt világbajnoki és 1-szer az Európa-bajnoki dobogó tetején. Jelenleg a Duna Aréna és a Hajós Alfréd Uszoda létesítmény vezetője, mellette a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének az elnöke és tagja a Vívószövetség elnökségének. Mint elmondta, a fiatalok számára a legfontosabb, hogy lássanak egy célt maguk előtt. Alapvetően én itt nem csak a sportot emelném ki, hanem a célt, tehát azt, hogy minden gyerek találja meg azt a célt, amiért föl kell minden nap, amiről álmodik, amit szeretne elérni, mert hogy ez a lényege az életnek, mert cél nélkül nem lehet leélni egy életet. A szülőket is muszáj motiválni arra, hogy ők magunk példát mutassanak a gyerekeknek, illetve a gyerekeknek meg kell mutatni a lehetőséget, hogy van ez a bizonyos sport, ami nagyon-nagyon sokat tud adni egy embernek, nem csak abban a pillanatban, amikor éppen megnő az izomzata, hanem az az út, az a kudarc, a győzelem feldolgozása, az évek múltán is, vagy amikor az ember 50 éves, ez még akkor is egy olyan boldogságot fog adni neki, amit más nem fog tudni. A Nyíregyházi Akvaese 2017 óta szervez találkozókat a Példaképek közelő sorozat keretében. Az első példaképünk az Benedek Tibor volt, akivel a rendezvény indult, és azóta minden évben 3-4 alkalommal szervezzük. Nyitottunk már a tavalyi évben arra, hogy ne csak a vizes sporták képviselői képviseltessék példaképek közelről rendezvényen magukat, mint úszás vagy vízilabda, hanem más sportágokból is hozzunk olyan nagy bajnokokat, akik méltóképpen büszkén képviselik a sportágukat, és emellett a társadalomban olyan példát tudnak mutatni, ami bizakodóan okot ad arra nekünk is, hogy a gyerekek vagy a résztvevők, akik itt mint hallgatóság majd megjelennek perceken belül, tudnak belőle meríteni pozitívan. A példaképek közelről következő rendezvényét ősszel tartják, egyelőre még ismeretlen vendég vagy vendégek főszereplésével.